A nyári időszámítás október utolsó vasárnapjáig tart, szombatról vasárnapra víradó éjjel jön az óraátállítás. Vasárnap hajnali három órakor az óramutatókat vissza kell állítani hajnali kettőre. Egy órával többet aludhatunk, és a hét utolsó napján egy órával megrövidül a napos órák száma is. A világon elsőként 1916-ban a német császárság vezette be a nyári időszámítást, majd szövetségese példájához igazodva az osztrák-magyar monarchiában is tekerték a Kereket. Nálunk nem alkalmazták folyamatosan, voltak olyan évek, amikor nem volt óraátállítás. A nyári időszámítást Európában az Unió 1997-ben szabályozta és egységesítette. 2019-ben az Európai Parlament már szavazott az óraátállítás jövőjéről, amelynek eredményeként 2021-től támogatja a nyári és téli időszámítás közti váltás eltörlését az EU-ban. A döntés joga az egyes tagállamok kezében van, ugyanis a legtöbb országban még mindig folynak az ezzel kapcsolatos tárgyalások. Az biztos, hogy idén októberben lesz az utolsó óraátállítás Ukrajnában, miután az ukrán törvényhozás elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely szerint 2025-től megszűnik a téli-nyári időszámítás közti óraátállítás. Ez azt jelenti, hogy a magyar nyári időszámítás idején Ukrajnában éppen annyi lesz az idő, mint Magyarországon.